Mai magazinunkban egy nemzetközi szervezetet mutatunk be önöknek, melynek feladata, hogy kivizsgálja és feltárja a pszichiátria területén az alapvető emberi jogok megsértését. Ezen a héten stúdiónk vendége volt Dobos János, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke, aki beszámolt a mentális egészségügy jelenlegi helyzetéről, valamint a pszichiátriai jogsértésekről. Stúdiónk vendége Dobos János, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke. Köszöntöm Önt stúdiónkban. Köszönöm a meghívást. Az Önök alapítványa egy speciális területen mozog, főként a hátrányos helyzetben lévő embereknek nyújt segítséget. Elnök úr, megtenné azt, hogy bemutatja pár szóban, hogy mivel is foglalkozik az Önök alapítványa, mi az Önök tevékenysége? Igen, valóban tulajdonképpen hátrányos helyzetű embereknek segítünk, de egy elég speciális területen. Azoknak az embereknek nyújtunk ingyenes jogsegélyszolgálatot, akiket a pszichiátrián, egy pszichiátriai osztályon vagy intézetben ért valamilyen jogsérelem, valamilyen atrocitás vagy megalázó bánásmód, vagy hát sokféle dolog lehet. Tehát az ő számukra tartunk fent egy jogsegélyszolgálatot, és lehet minket megkeresni, és az ő ügyeiket igyekszünk segíteni, számukra igazságszolgáltatást kieszközölni az őket ért sérelmekre, illetve hát hosszabb távon az is a feladatunk, hogy elérjük, hogy ezek a dolgok ne történhessenek meg a későbbiekben. Milyen esetekben ingyenes az Önök segítsége? Hogyan tudnak ténylegesen segíteni? Minden esetben ingyenes a segítségünk. Bárki keres meg minket, akkor szívesen segítünk, soha nem kérünk ezért pénzt. És tulajdonképpen, hogy milyen esetekben tudunk segíteni, bármikor, amikor valakivel jogsértés történt egy pszichiátriai osztályon. Na most, hogy ez mit jelent, az ugye azért sokféle dolgot takarhat, hiszen megkeresnek minket nagyon sok minden dologgal, és ebből nekünk meg kell nézni, hogy mi az, ami tényleg olyan, hogy abban el lehet járni, hogy lehet benne segíteni. Amikor valaki felveszi velünk a kapcsolatot, akkor az első dolog az, hogy megvizsgáljuk az ügyet, megnézzük, hogy hozzánk tartozik-e, vázoljuk, hogy mi a történet, az illető meghatalmazása alapján beszerezzük az orvosi dokumentációt, azt is átnézzük, és megvizsgáljuk azt, hogy ténylegesen mi történt, mi az a sérelem, amiről beszámolt az illető, megállja az a helyét, ha igen, akkor hol sérti a törvényt, és ha úgy találjuk, hogy tényleg történt egy valódi jogsértés, akkor ezt dokumentáljuk, és ezt az ügyet egy hivatalos panasz kísérletében beadjuk valamelyik hatósághoz, amelyik illetékes abban, hogy ezt kivizsgálja. És utána igyekszünk segíteni ennek az ügynek a kivizsgálását, amíg el nem jut egy megfelelő, megnyugtató pontig. Mik azok a pszichiátriai jogsértések? Milyen tényleges visszaélésekkel vagy sérelmekkel keresték meg Önöket eddig? Viszonylag széles a paletta, de a leggyakoribb az talán a kényszerítő intézkedések használata. Ez alatt értem azt is, amikor valakit kényszerrel visznek be a pszichiátriára, úgyhogy ez jogtalan volt az illető szempontjából, vagy hát aki is derül, hogy akkor jogtalan volt, sok ilyen eset történik, de gyakran foglalkozunk azzal is, hogy megalázó bánásmód éri az illetőt. Lehet időnként a médiában is látni híreket arról, hogy idős embereket kikötöznek a pszichiátriákon, hogy ne kelljen velük külön foglalkozni, vagy egyszerűen nem foglalkoznak valakivel, tehát elhanyagolják az állapotát. Foglalkozunk olyan ügyekkel is, amikor valakit túl gyógyszereznek, vagy egyáltalán a kezeléstől még rosszabb állapotba kerül, mint ahogyan volt, amikor bekerült. Foglalkoztunk szexuális zaklatásos ügyekkel is már, és bizony nem egyszer kellett dolgozunk haláleseteken is, amikor valaki bekerült a pszichiátriára, és gyakorlatilag ott halt meg, méghozzá olyan körülmények között, ami vagy megalázó volt, vagy pedig teljesen indokolatlan, és gyanítani lehet, hogy ott történt valamilyen jogsérelem, ami ezt okozta. Úgyhogy ilyenfajta ügyekben szoktunk, talán ezek a leggyakoribbak, de nagyon sokféle változata van mindennek. Ezeknek az eseteknek a kivizsgálása hogyan zajlik? Ha megkeres minket valaki egy ilyen ügyel, akkor úgy említettem, hogy be szoktuk kérni az orvosi dokumentációt, tehát mindig az jön először, hogy megvizsgáljuk az ügyben elérhető összes adatot, hogy lássuk, hogy ténylegesen mi a történet. És ha azt látjuk, hogy valóban történt visszaélés, akkor ezt igyekszünk minden tekintetében, minden részletében összerakni, mindent alátámasztani dokumentációval, elsősorban azt, ami a maga a jogsértés, tehát maga a panasz, és aztán kezdeményezni a kivizsgálásokat. Tehát igyekszünk ezt egy olyan módon átadni a hatóságoknak, hogy abban benne legyen minden, ami ahhoz kell, hogy lássák, hogy itt tényleg történt valami. Időintervallumban ez mennyi időt ölel fel egy adott esetnél például?
Maga az a rész, amíg mi foglalkozunk az ügyjel, onnantól kezdve, hogy hozzánk beérkezik, odáig, hogy mondjuk ezt továbbítjuk egy hatósághoz, hát ez adott esetben lehet akár egy néhány nap is csupán, de általában néhány hét alatt, esetleg egy-két hónap alatt igyekszünk ezt végigvinni, függően attól is, hogy milyen gyorsasággal lehet beszerezni a dokumentációt, hogy milyen egyéb kutatást kell esetleg végezni, át kell nézni hozzá szakmai anyagokat, vagy jogi anyagokat, hogy kerek legyen a kép. Tehát változó, hogy melyik esettel mennyi munka van, de általában azért néhány héten belül le szoktuk zárni ezt a dolgot, és akkor kezdődik a hosszabb munka vele, hiszen az a tapasztalatunk, hogy a hatóságok sem mindig állnak a helyzet magaslatán olyan tekintetben, hogy ezek elég speciális dolgok, és ugye általában az a tapasztalatunk, hogy ha mi segítjük ezt a munkát, hogyha hozzájárulunk, segítjük a hatóságot, akkor könnyebben, gyorsabban jut előre, mintha csak hagyjuk, hogy ők megoldják, akik nem biztos, hogy találkoztak még ilyen esettel. Mernek ilyen esetekben segítséget kérni az emberek? Ez is nagyon változó. Találkoztunk nem egyszer olyan esettel, amikor valaki úgy hívott fel minket, hogy egyszerűen csak el akarta mondani a búját, baját, és hogy vele mi történt, de nem mert semmit kezdeményezni. Van, aki úgy keres meg minket, hogy tulajdonképpen várja a segítséget, de fél attól, hogyha mi valamit lépünk, akkor őt retorzió fogja érni a pszichiátriai osztály részéről. És bizonyos tekintetben joggal. Ezzel együtt, akik megkeresnek minket, többségükben azért fordulnak hozzánk, hogy tényleges segítséget kapjanak. És a gyakorlati tapasztalat is azt mutatja, hogy ha mi lépünk, ha teszünk valamit, az sokszor tényleg inkább az egyénnek a helyzetét védi, mint sem, hogy támadásnak tenné ki, mert azért, hogyha van egy sikamlós helyzet, és odajön egy civil szervezet, aki kifejezetten erre van specializálódva, és azt mondja, hogy mi most itt vizsgálódunk, azért általában az visszaveti azokat a dolgokat, amiket az illető sérelmez, ugye, hogyha vele valamilyen történt. Mit tapasztalnak, milyen a mentális egészségügy jelenlegi helyzete? Ez egy elég messzire vezető kérdés. A legfontosabb gondolat ebben talán azt kiemelni, hogy meglátásunk szerint, mert ugye mi több mint 25 éve foglalkozunk ezzel a területtel Magyarországon, és ez alatt az idő alatt azért óhatatlanul is le tudtunk szűrni néhány olyan fontos tanulságot, ami abból szűrődött le, hogy hát belelátunk a rendszerbe, hogy hogyan működik, nem csak jogi szempontból, hanem egyébként is. És az egyik sajnálatos dolog, ami talán a legfontosabb ezen a területen, az az, hogy ezek azok a kezelések, amiket manapság a pszichiátriákon használnak, az a tapasztalatunk, az a megfigyelésünk, hogy ezek nem igazán alkalmasak arra, hogy embereknek a szellemi, lelki egészségét igazán helyreállítsák, hanem inkább arra mennek ki ezek a kezelések, hogy embereknek a kellemetlen mentális tüneteit, vagy mentális megnyilvánulásait gyógyszerekkel elnyomják. És ezért elég jelentős a különbség a kettő között, hiszen ha valakinek tényleg segíteni akarunk, akkor csak meg kell vizsgálni azt, hogy miből indult ki ez a probléma, mi váltotta ki, mitől vannak neki ezek a tünetei, ahelyett, hogy egyszerűen nyomjuk el gyógyszerekkel ezeket a dolgokat, ami természetesen nem is valódi gyógymód, és az illető utána természetesen nem fog kikeveredni abból az állapotból, márpedig úgy látjuk, hogy ez sajnos permanensen történik ma jelenleg a mentális egészségügyben. Milyen alternatív kezelések vannak? Annak ellenére, hogy sajnos az a megfigyelésünk, hogy mindenütt a pszichiátriák kicsit ugyanígy működnek, ugye bizonyos szakmai protokollok is szabályozzák azt, hogy működnek, tehát hogyha az van a szakmai protokollban, hogy már pedig szedálni kell, már pedig gyógyszerezni kell, akkor azt fogják csinálni. Ennek ellenére azért a világban számos alkalommal történtek olyan kezdeményezések, amikor olyan mentális intézeteket hoztak létre, amik egészen más eszközökkel, egészen más alapokra helyezve igyekeztek az emberek lelki egészségét helyreállítani. Tehát voltak ilyen kezdeményezések, ha nem is kaptak ezek nagyon széles körű nyilvánosságot, de olyan intézetek, amelyek alapvetően nem a gyógyszerezésen, nem a kényszerítésen alapulnak, hanem sokkal emberibb megközelítéseken, kommunikáción, hogy az illetőt békén hagyják, nyugton hagyják, és egyáltalán olyan tevékenységeket végezhet, ami jót tesz az ő lelki egészségének, ezek sokkal hasznosabbak tudnak lenni. Sajnos azok a fajta kezelések, amiket ma használnak, ezek széltében, hosszában el vannak terjedve az egész világon, és nem nagyon engednek teret olyan alternatív megoldásoknak, amelyek egyébként akár sokkal jobb kezeléseket tennének lehetővé ezeknek az embereknek. Sokat kell még dolgozni azon, hogy ez elmozduljon ebbe az irányba is, és végső soron átalakuljon ez a rendszer olyanná, ami tényleg tudja szolgáltatni az embereknek azt, amit joggal várnak el, hogy valódi segítséget nyújtsanak ezeknek az embereknek, akik valamilyen mentális nehézségtől szenvednek.
Most egy éve már egy sokkal stresszesebb életet élünk a bezártság miatt. Ez okozhat-e mentális problémákat? Azt gondolom, hogy mentális problémákat okozhat, hiszen kire ne hatna negatívan, ugye ez a helyzet, bezártságok vannak, bizonytalanság van, nem lehet tudni pontosan, mi lesz, stresszes a helyzet, szorongunk. Én azt gondolom, hogy azért ez egy normális emberi reakció egy ilyen helyzetben, és kifejezetten problémásnak látjuk azt, hogy ezzel együtt elég gyakran találkozunk azzal, hogy a médiában az jelenik meg erről, hogy mennyire szaporodnak a mentális betegségek a járvány kapcsán, és hogy mennyi embert érint. És az a baj, hogy gyakorlatilag össze van mosva az a fajta természetes reakciója az embernek, ami egy ilyen helyzetben megtörténik, azzal, hogy ezek mentális betegségek. Ezt azért tartjuk nagyon aggályosnak, mert ez gyakorlatilag megint csak abba az irányba viszi az egész területet, ami egyébként is abba az irányba tart, hogy ha az embernek mentális baja van, akkor menjen pszichiáterhez, arra majd gyógyszert írnak fel, amit majd élete végéig szednie kell. Ami viszont nyilvánvalóan nem jelent valódi megoldást ezekre a problémákra. Tehát sajnos ez egy elég furcsa jelenség mostanában. Nem lenne szabad, hogy ezt a kettőt összemossuk szerintem, mert normális, hogy az ember aggódik jobban, egy kicsit szorong ebben a helyzetben, de arra nem az a megoldás szerintem, hogy adjunk neki gyógyszert, és azzal nyomjuk el ezt a problémát. Ahogy a beszélgetés során ön is elmondta, hogy már nagyon sokan megkeresték önöket. Tudná egy olyan példát említeni, ahol sikereket értek el? Természetesen az elmúlt 2,5 évtized során elég komolyan ki kellett építenünk azt a fajta módszertant, hogy hogyan lehet ezekben az ügyekben érdemileg segíteni. És amikor először, még a 90-es évek vége felé kezdtünk ilyen ügyekkel előhozakodni és a hatóságok felé ezeket továbbítani, akkor bizony eléggé falakba ütköztünk, és nem nagyon vette senki komolyan, hogy hát most egy pszichiáter ellen valaki egy panasszal fordul, hát hogy jövünk mi ahhoz. És bizony le kellett bontani ezeket a falakat ahhoz, hogy aztán érdemben el tudjunk kezdeni újra és újra sikereket elérni, és mostanra már hál' Istennek olyan helyzetben vagyunk, hogy rendszeresen történnek felelősségre vonások ilyen ügyekben. Például az egyik ügyünk, amin dolgoztunk, és ez még a korai sikerek közül való volt, de nagyon tanulságos ügy, egy hölgy keresett meg minket, aki válófélben volt a férjétől, megromlott a kapcsolatuk, és a hölgy az eset előtt körülbelül 10 évvel egyszer volt már pszichiáternél valamilyen magánéleti probléma miatt. Ő bizonyos időnként rendszeresen kontrollra kellett, hogy járjon egy pszichiáterhez, ahol megnézték, hogy van. A hölgy egyébként teljesen épelméjű, teljesen normális ember volt. Ő azzal keresett meg minket, hogy miután ugye válófélben volt a férjétől, a férj elment ahhoz a pszichiáterhez, akihez a hölgy kontrollra járt, és előadta neki azt, hogy a felesége ezt csinálja, azt csinálja, költekezik, kritikátlanul viselkedik, és hát különféle mentális tüneteket sorakoztatott fel a pszichiáter előtt, aki ettől megijedt, és kiállított egy olyan beutalót, hogy ami alapján valakit be lehet vinni a pszichiátriára. Ezt odaadta a férjnek azzal, hogyha nagyon súlyosra fordul ez az állapot, akkor hívja ki a mentőket, és mutassa nekik a beutalót, és vitesse be. A férj aznap este hazament, megkérdezte a feleséget, hogy még mindig válni akarsz, mondta a feleség. Igen, és a férj már hívta is a mentőket. Kijöttek a mentők, ott állt ez a hölgy, akinek nyilvánvalóan semmiféle mentális problémája nem volt, de legalábbis semmiféle veszélyeztető magatartás nem volt, ami miatt be lehet vinni valakit. De hát miután ott volt a beutaló, a mentősök nem tudtak mit csinálni, azt mondták a hölgynek, hogy jöjjön be velünk, és majd bent tisztázzák. Be is ment a hölgy, 3 napot volt kénytelen eltölteni a pszichiátrián, míg végül aztán kiderült az ottani jogi eljárás során, hogy teljesen indokolatlanul és jogszerűtlenül vitték őt be, és fosztották meg a szabadságától több napra. Emiatt aztán el is indult egy olyan kártérítési per jó voltunkból, aminek a végén a hölgy egy elég komoly kártérítési összeget kapott ezért az ügyért. Ez akkoriban egy ilyen precedens jellegű ügy volt, amit végigvittünk. Jellemző például egy ilyen eset, ahogy a férj ilyen esetben eljárt a feleséget, gyakran előfordul? Azt kell, hogy mondjam, hogy rendszeresen találkozunk olyan esetekkel, ahol bizony elég egy gyerekelhelyezési vita, egy vagyoni vita, egy örökösödési vita, vagy hasonló jogi procedúra, és ha az egyik fél meg tudja oldani azt, hogy a másikról készüljön egy olyan beutaló, ami arról szól, hogy őt bevihetik a pszichiátriára, és be is viszik, akkor a másik fél, akit bevittek, gyakorlatilag bármely ilyen jogi eljárás során már hátránnyal fog indulni. Egy gyerekelhelyezésnél nem fogják arra az emberre bízni, aki bent volt a pszichiátrián.
és hasonlók. És bizony több ilyen ügyben kellett nagyon komoly küzdelmet folytatnunk, hogy bebizonyítsuk, hogy ez egy jogtalan dolog volt, és hogy ez alapján nem ítélhetik meg az illetőnek a beszámíthatóságát. Azt kell, hogy mondjam, hogy viszonylag rendszeresen fordulnak elő ilyenek. Egy ilyen esetben egy gyermekelhelyezésnél, akkor itt például az apáról volt szó, hogy az apa kezdeményezte ezt az eljárást az édesanyja ellen, akkor a hatóságok ilyenkor az apának odaítélhetik a gyermeket is? Adott esetben igen, tehát ez bizony az, hogy az illetőnek van pszichiátriai kortörténete, akármilyen módon jött is az létre, az sajnos nyomalatban, főleg egy ilyen dolognál, mint mondjuk a gyermekelhelyezés. Volt például egy ügy, ahol egy fogorvosnő keresett meg minket, ő a gazdag vállalkozó férjével és a kisgyerekükkel laktak egy jókora nagy budai házban. Egész addig, amíg a férj össze nem szűrte a levet a babysitterrel, onnantól kezdve a feleség az nem kívánatossá vált. A férjnek volt vagy rokona, vagy ismeretsége pszichiátriai körökből, szerzett egy beutalót, a feleségét bevitték az egyik budapesti pszichiátriára, és hetekig gyógyszerezték gyakorlatilag. Amikor onnan kikerült, akkor ahogy mondtam, már hátránnyal indult a vagyonmegosztásban, a gyermekelhelyezésben, és úgy emlékszem, hogy legalább 2 évig dolgoztunk rajta, amíg végül sikerült elérni azt, hogy ezt a korábbi ítéletet, illetve egyáltalán ezt az előítéletet, ami ugye őt körbevette, ezt semmisé tegyük, és végül aztán a bíróság nála helyezte el a gyermeket. Ha nem vittük volna végig, akkor őt a vagyonból is, a gyermekből is ki lett volna zárva. Nagyon érdekes információkat osztott meg velünk az elmúlt percekben. Ha valaki ilyen helyzetben van, vagy csak szeretne önökkel kapcsolatba lépni és felvilágosítást, esetleg tanácsot kérni, hogyan teheti ezt meg? Legegyszerűbb talán, ha elmondom a weboldalunk címét, amin keresztül el lehet minket érni. Ennek címe www.emberijogok.hu, ahol nem csak az elérhetőségeink találhatók meg, de számos más egyéb információs anyag is, kiadványok, egyéb anyagok, filmek, dokumentumok, hogyha valaki el akar mélyedni egy kicsit ebben a témában, akkor az bőséges információforrást jelent. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további sikeres munkát kívánunk Önöknek. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehettem. Magazin műsorunk folytatásában a Diagnózis egészségügyi magazin következő részét tekinthetik meg, melyben szó lesz a post-covid szűrés fontosságáról, továbbá arról, milyen védettségi szint alakulhat ki a különböző típusú koronavírus elleni védőoltások után. Köszöntöm nézőinket! Önök a Diagnózis 2021. évi 7. adását látják. A Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinjában a műsor vendégeivel a post-covid szűrés fontosságáról, és arról is beszélgetünk, hogy milyen védettségi szint alakulhat ki a különböző típusú koronavírus elleni védőoltások után. Bemutatunk egy kis filmet, amiből kiderül, milyen vitaminokkal támogassuk immunrendszerünket a világjárvány idején. Továbbá megtudhatják, hogyan irányítja a mesterséges intelligencia segítségével az agy a bionikus művégtagokat. Tartsanak velünk! A stúdióban már itt van két vendégem, Puskás László, az Avidén Kft. Ügyvezetője, és dr. Baráti Levente háziorvos a Proaktív Egészségközpontból. Velük fogok ma beszélgetni. Először arról, hogy függ-e az oltások számától vajon az, hogy milyen védettségi szint alakulhat ki? Természetesen függ a számtól, tehát nagyon fontos, hogy minél szélesebb körben történjen az oltás, és minél nagyobb számot érjen el ez a átoltottság. Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy a kortól nagyon függ a reakciónk egy-egy oltástól, az oltással kapcsolatban, hogy milyen védettség alakul ki. Azt is fontos megemlíteni, hogy 3 nagyobb típusú oltással történnek meg az oltakozások, és ezeknek a háromnak a biológiai háttere az, hogy milyen immunválaszt indukál, az eltérő, tehát emiatt is különbözőek lehetnek a védettségi szintek. És tulajdonképpen az egyéntől is függhet, hogy mennyire tartós hatású egy-egy embernél a védőoltás? Természetesen függ nem csak a tartóság, hanem az, hogy hogyan reagált át a kiindulási pont is. Tehát a cégünknél több 100 szerológiai vizsgálatot végzünk el naponta, és ilyen belső
statisztikát, tanulmányt végzünk, és azt vettük észre, hogy az idősebb populáció, pont aki a legérzékenyebb volt a második hullám esetén, azok sokkal kevésbé reagálnak. Nyilván ez nem egy újdonság, tehát a biológia az ilyen, tehát az immunválasz sokkal gyengébb az időseknél, és nekik nagyon fontos, hogy milyen oltást kapnak. Nehogy véletlenül fals biztonsági érzetük alakuljon ki később, és nehogy véletlenül mondjuk egy új hullám esetén egy áldozattá váljanak, vagy pedig éppen a gócpontokat onnan tudják elindítani. Mondhatjuk azt, hogy a különböző típusú vakcináknak különböző rizikójuk van? Én most nem is a rizikókról beszéltem, természetesen ez igaz, ezt mondjuk egy orvos kolléga azt jobban körbe tudja járni. Én a reakciókról beszéltem, mint biológus, tehát az, hogy milyen reakciót váltott ki a szervezetben, mennyire erős immunitás alakult ki. A szerológiai vizsgálatoknak is van több fajtája, tehát mi nem csak azt tudjuk kimutatni, hogy valakinek van-e védettsége, vagy illetve, hogy van-e antitestje a COVID ellen, hanem hogy milyen szintű a védettsége. Tehát ezt egy lehet kvantitálni, meg lehet mennyiségileg határozni, hogy milyen szintet ér el az egyes embernél. Tulajdonképpen ez akkor is fontos, hogyha valaki átesett már a fertőzésen, szeretné fölvenni az oltást, de kíváncsi arra, hogy per pillanat milyen állapotban van a szervezete. Érdemes egyébként az oltás előtt elvégeztetni ezeket a teszteket? Így van, kifejezetten szerintem szükséges is lenne. Természetesen az nagyon fontos, hogy éppen mondjuk egy fertőzés stádiumában van valaki az elején, akkor nem kaphatna oltást, mert az egy nagyon erős immunválaszt, esetleg egy súlyosabb betegség lefolyás is eredményezhet. De többeknek én nem orvosként nem is javasolhatok, én csak a véleményemet mondom el általában az oltással kapcsolatban, de látunk olyan szinteket, akik átestek a vírusfertőzésen, akiknek szinte nagyobb a szintje, mint aki oltást kapott. Tehát azoknak szinte felesleges is lenne egy dupla oltást kapni kifejezetten, egy oltás után pedig az egekbe emelkedik a szintje. Tehát egy védőoltás, aki átesett, annak bőven elegendő lenne az esetek nagy részében. Gyakorlatilag követhetnénk a külföldi mintát, mert ott már ezt preferálják. Így van, ezzel teljesen egyetértek. Így van. A házi orvosi praxisban egyébként tulajdonképpen mi a metódus? Alkalmazzák-e az oltás előtti tesztelést, illetve tájékozódnak-e a beteg felől, vagy egyszerűen csak beadják a házi orvosok az oltást? Tájékozódni mindenféleképpen tájékozódunk, ez kérdőívvel történik. Vannak kizáró okok, amikor nem lehet oltani, mint ahogy említette a kollega is, hogy például aktív fertőzés esetén akkor nem lehet semmiféleképpen oltani, de itt nem csak a koronavírusra gondolok, hanem bármilyen banális légúti fertőzés, bármilyen bérrendszeri fertőzés, tehát mint akármilyen más védőoltásnál, ilyenkor nem lehet egész egyszerűen ezt használni. És nyilván vannak olyan betegségek is, amelyek kizárják annak lehetőségét, hogy a védőoltást megkapja valaki. Igen, vannak. Itt is főleg az immunválaszban lehet probléma, például szteroid kezelés vagy immunszupresszáns kezelés esetén ott az immunválasz az nem fog kialakulni, mivel hogy ezek pont erre vannak, hogy az immunreakciót azt csökkentsék. Hogyha mégis úgy alakul, hogy egy ráoltás történik, akkor lehetnek-e ennek komolyabb következményei? Két irányba tudnék itt elmenni, hogyha egy aktív fertőzésre történik a ráoltás, akkor abban az esetben ott lehet egy erősebb oltási reakció, akár itt lázra gondolhatok, tehát a fertőzéshez hasonló tünetek, ha pedig az immunválasz az nem megfelelő, abban az esetben pedig csökken, vagy pedig egyáltalán nem alakul ki. És ahogy itt beszéltük, ilyenkor egy hamis biztonságérzet az kialakulhat, hogyha valaki például egy szteroid kezelés közben megkapná ezt az oltást, akkor nem lenne jó eséllyel meg az immunválasz, nem alakulnának ki az antitestek, és innentől fogva ugyanúgy ő a fertőzést elkaphatja a jövőben is. Tehát tulajdonképpen akkor mit javasolnak a pácienseknek, milyen rendszert kövessenek, teszteltessenek, és utána adassák be maguknak a védőoltást, vagy mi legyen a megfelelő mód? Nehéz erre válaszolni, de a tesztelés az mindenféleképpen egy ajánlott dolog. Tehát tulajdonképpen most akár az oltástól elvonatkoztatva is, akár a járványnak a megfékezése céljából is, hogyha mindenki tesztelve van, aki egészségesnek is tűnik, akkor időben ki lehet emelni, és akkor fertőzéses gócpont nem alakul ki ebben az esetben, és akkor kevesebb embernek hagyja át a fertőzést, hogyha korábban el lehet őt zárni a társadalomtól és karanténba helyezni.
Lehet-e már azt látni, akár az egyik vagy másik területen, hogy azok, akik átestek, illetve úgy gondolják, hogy ők túl vannak már ezen, és megkapják a védőoltást, náluk milyen reakciók léphetnek fel, erőteljesebb-e az a reakció, amit belőlük kiválthat a védőoltás? Mit tapasztalnak? Én nem tapasztaltam különösebben erős oltási reakciókat. Kisebb izomfájdalom, esetleg hőemelkedés az előfordul, de nagyon kis számban. Tehát tulajdonképpen én majdnem azt mondom, hogy valószínű, hogy mindenki eléggé körültekintő, és odafigyel az egészségi állapotára, és jelzi ezt az oltás előtt, hogyha neki volt ilyen problémája, vagy fertőzésen esett át. Van olyan, akinél kiderült a tesztelés során, hogy valami komolyabb betegség van a háttérben? Az igazság, hogy mi anonim módon kapjuk meg a GDPR miatt a mintákat, tehát mi csak a közös, mondjuk a munkatársak, vagy azoknak a közvetlen környezetére látunk rá. A többi mintákkal kapcsolatban az orvosokkal kommunikálnak a betegek, és ez így van jól, tehát nem tőlünk érnek véleményt, illetve javaslatot, hogy hogyan legyen ez. Az biztos, hogy itt a közvetlen környezetünkben egy picit erősebb reakciót tapasztaltunk azoknál, akik már átestek, és az első oltás után egy kicsit hevesebb volt a reakciójuk. De az antitest válaszuk is sokkal magasabb volt. Én tulajdonképpen arra gondolok, hogy ugye a vérmintából nagyon sok mindenre lehet következtetni, és esetleg elé lehet menni olyan problémának, amiről lehet, hogy az adott páciens nem is tudott, de egy ilyen tesztelés során az kiderülhet. A sima szerológiai vizsgálatnál, amikor csak azt nézzük meg, hogy milyen az antitest szintje, ott nem derülhet ki, viszont végzünk egy úgynevezett post-covid szűrést is, ahol különböző paramétereket vizsgálunk, ezt éppen jelenleg próbáljuk kiterjeszteni, hogy minél szélesebb rálátáslásunk a különböző esetleg szöveti patomenizmusoknak a kialakulására, és tényleg egy riasztást tudjunk a beteg felé, illetve az orvosa felé adni. Tényleg, ahogy említi, volt is olyan esetünk, ahol például a troponin-nek a szintje olyan magas volt, hogy ez már szinte egy szívinfarktus közeli állapotot jelzett, és azonnal jeleztük ilyenkor a páciensnek, illetve az orvosának, hogy ott baj lehet, és ez egy post-covid következmény volt. Tulajdonképpen ezekre a post-covid szűrésekre talán még nagyobb szükség is van, mint magára a tesztelésre most ebben a jelen állapotban, hiszen nagyon sokan küzdenek, szenvednek a post-covid utólagos tüneteivel, illetve szövődményeivel. Igen, és ez inkább kifejezettebb lesz sajnos a közeljövőben. Találkozik ilyennel a házi orvosi praxisban, hogy a post-covid tüneteivel, szövődményeivel küzdő beteg keresi meg önöket? Igen, nagyon sok esetben elhúzódó a gyógyulási idő, ez általában nehéz légzéssel, fáradékonysággal társul ez a dolog, ami már mondjuk, hogy indokolatlan lenne tulajdonképpen, de mégis a terhelhetősége az drámaian lecsökken egészséges, életerős embereknek. Nekik mit tud tanácsolni, vagy hogyan tudják őket utógondozni? Nehéz erre válaszolni, eléggé összetett a kérdés, viszont majdnem azt mondom, hogy a megelőzés az, amivel a legjobban lehetne, tehát a védőoltás egyrészt, másrészt pedig a tesztelés. Hogyha már valaki elkapta, onnantól, hogy úgy fogalmazzak, már csak tűzoltás zajlik, nyilván megvannak a megfelelő készítmények, gyógyszerek, trombocitáknak, tehát a vérlemezkék összecsapzódását, azt mindenféleképpen célszerű gátolni, hogy nehogy esetleg tüdőszívszövődmények alakuljanak ki. Mi lehet az a kérdés most per pillanat, amivel a legtöbben fordulnak önökhöz, akár a házi orvosi praxisban, akár pedig a KFT-nek a munkatársaihoz, kutatókhoz, ezzel a témakörrel kapcsolatban mi érdekli legjobban az embereket, vagy miből kapnak legtöbb kérdést? Hát a legtöbb megkeresést azt továbbra is a PCR szűréssel kapunk. Ezt még mindig emellett kardoskodok a PCR szűrés mellett, hogy ez a legérzékenyebb és a legspecifikusabb. Ennek ellenére, hogyha nincsen más megoldás, akkor még a gyors teszt is sokkal-sokkal jobb, tehát az antigén gyors teszt is sokkal-sokkal jobb, mint a nem szűrés. Tehát az oltás előtt én azt mindenképpen javasolnám, hogy nehogy véletlenül egy meglévő fertőzésre oltsanak rá. Ez kifejezetten fontos. A másik a leggyakoribb az átesettségnek az igazolása, és ekkor két irányba tudunk elmenni. Az egyik, hogy egy igen nem választ adunk, vagy pedig egy kvantitatív erős, tehát az immunválasznak a minőségére is tudunk egy kvantitatív jellemzőt adni. Ez részben összefügg a oltási igazolványnak a megszerzésével is. Tehát ez jogosult arra, akinek magas a szintje, ezt ugyanúgy le kell jelenteni a járványügyi központi adattárba, az OSZIR-ba, illetve a JSZT-be is.
Hát igen, ez nagyon sokakat érint most tulajdonképpen, mert hát lehet, hogy bizonyos helyekre csak ők nyerhetnek jogosultságot, vagy hát, hogy bejuthassanak bizonyos helyekre, vagy utazhassanak, tehát azért nem mindegy, hogy ez megvan-e vagy sem. Házi orvosnál mi a helyzet? Szintén ez egy nagyon gyakori kérdés. Elsősorban most már az oltási igazolások, vagy a védettségi igazolvány megszerzése miatt, hogy milyennek a módja, elég-e, hogyha átesett rajta. Alapvetően igen, hogyha megfelelő az antitest szintje, de hát ezt meg teszttel lehet tulajdonképpen igazolni, mert hogy ő azt mondja, hogy decemberben elvesztette a szaglását, meg lázas volt, és akkor 10 napig nem ment dolgozni. Értem meg, hál' Istennek, hogy így kikerült ebből a betegségből. Nem került kórházba, nem kellett neki komolyabb ellátás, viszont hogy erről szülessen valamilyen dokumentum, ezt tulajdonképpen csak a tesztelésnek, vagy az egyik, vagy a másik formájával lehet eldönteni. Az antitest vizsgálattal utólag, amikor meg benne van, vagy a betegség legelején, akkor pedig vagy a PCR tesztel, vagy pedig gyors tesztel. Nagyon szépen köszönöm, hogy a Diagnózis vendégei voltak, tudnánk még folytatni, de hát lesz legközelebb is. Köszönöm szépen, jó egészséget kívánok! A koronavírus köszönjük. Kapcsán érdemes fokozott figyelmet fordítani szervezetünk ellenálló képességére. A szokások, a betegségek is befolyásolhatják az immunrendszer működését. Megfelelő minőségű és mennyiségű vitaminokkal támogathatjuk testünket, hogy könnyebben átvészelje ezt a megterhelő időszakot. A doktor. Immunerősítés. Köszöntöm Önöket! A világjárványok kapcsán egyre inkább előtérbe kerül az, mi hogyan erősíthetjük a szervezetünket, mit tehetünk az immunrendszerünkért, hogy sokkal ellenállóbb legyen a vírusoknak. Stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója. Doktor úr, mit tehetünk az immunrendszerünkért, azon túl, hogy egészségesen táplálkozunk? Két felé lehet bontani a kérdést. Az egyik fele az, hogy ne tegyünk neki rosszat, semmiképpen sem. Tehát azokat a dolgokat, amik bizonyítottan roncsolják az immunrendszerünk működését, azt nyilván kerüljük. Most ide szokások tudnak tartozni, meg betegségek tudnak tartozni. Szokások közé leginkább az alkoholfogyasztást, a dohányzást és a mozgásszegény életmódot lehet sorolni. Betegségek közé nagyon-nagyon-nagyon első helyen a cukorbetegséget lehet említeni. Tehát, ez egy nagy rizikófaktor. Az minden esetben immunrendszeri gyengesége jár együtt. Tehát ott valamilyen szinten zavart az immunrendszernek a működése, éppen ezért amúgy egyébként cukorbetegek esetében mondjuk a fertőzések, tájogok, azok sokkal sűrűbben tudnak kialakulni, gombás fertőzések is például, mint azoknál, akik nem cukorbetegek. Ez lenne az egyik fele a dolognak. A másik fele az pedig az, hogy olyan dolgokat tegyünk, ami meg az immunrendszerünk működésének jót tesz. Na mit tesz jót az immunrendszerünk működésének? Hát nagyjából az ellenkezője annak, mint ami rosszat tesz. Nem dohányzunk, ha nem dohányzunk, nem iszunk alkoholt, így van, mozgunk sokat, kültérben tartózkodunk, ez mindenféleképpen pozitív. Illetve hát van egy pár olyan nyomelem, vitamin, stb., amit érdemes ilyenkor fokozottan fogyasztani. Na hát ebben is vannak irányzatok, tehát van, aki szerint 25 ezer multivitamin, ilyen vitamin, olyan vitamin, és igazából az egész napunk abból áll, hogy ezt méricskéljük és szedegetjük. Másik meg azt mondja, hogy ó, megettem reggel egy tévépaprikát, és az bőven elég. Igen, na most a paprika olyan szempontból jó ötlet, hogy C-vitamint azt tartalmaz viszonylag sokat, és C-vitamin szempontjából olyan fronton is jó ötlet, hogy a C-vitamin mellett tartalmaz még egy pár olyan dolgot, ami a C-vitaminnak a hasznosulásában segít. A C-vitamin egyébként immunrendszeri működési szinten egy rendkívül fontos anyag, tehát ennek a fogyasztása mindenképpen javasolt. Azt érdemes tudni, hogyha valaki ezt tablettában teszi, akkor a felszívódás az sohasem lehet teljes. Tehát a bélnek... Mi az a maximális mennyiség, amennyit érdemes C-vitaminból bevinni, mert itt is többféle irányzat létezik. Hú, nagyon sokféle. Tehát van olyan, aki azt mondja, hogy a diétával elég megy be, és van olyan, aki 2-3 ezer milligrammot szed naponta. Doktor úr, mennyit szed? Én 500 milligrammot szedek azért, mert 500 milligramból biztonságosan 350 körülbelül föl is szívódik. Hogyha ezret szednék, akkor abból már 550 milligramm szívódna föl. Tehát annál többet nem igazán lehet szedni, mert a bélfelszívó apparátusa az telíthető. És ha én többet viszek be, mint amennyit a bélrendszeren föl tud szívni, az a WC-be fog ürülni, tehát pénzkidobás. Ez tehát a C-vitamin. Ez a C-vitamin. Mi az, amit még érdemes szedni, hogy ellenállóbbak legyünk? Van még egy vitamin, ami az utóbbi időben már nem is vitamin, hanem hormon, ez pedig a D-vitamin. A D-vitaminnál egyre jobban tudjuk azt, egyre inkább látjuk azt, hogy az immunológiai működésekben hol van benn. És ha azt nézzük, hogy az immunrendszernek a működése kisiklik, például gyulladásos bélbetegségekben, vagy durvább eldurvuló tüdőgyulladásos esetekben például, ott látjuk azt, hogy a D-vitamin szint rendre alacsony, és a gyulladásos folyamatnak az önkontrollja zavart szenved. De D-vitaminből is érdemes egyébként szedni.
D-vitamin kapcsán... Mi az ajánlott mennyiség? Ez is nagyon eltérő. Ez függ attól, hogy az illető eleve D-vitamin hiányos vagy nem. Tehát, hogyha valakinél mérjük a dolgot és D-vitamin hiány van, akkor 4000 egység naponta körülbelül, addig, amíg nem normalizálódik ez a szint. Ha normalizálódott a szint, akkor onnantól kezdve ezt nyilván lehet csökkenteni 2000 vagy másnaponta 2000 egységre. Ennek lehet valamilyen mellékhatása? A túlzott D-vitamin bevitelnek nem tudjuk mostanában igazán elsokalni. Tehát az a baj, nem baj igazándiból, csak ugye korábban ilyen pár egységnyi D-vitaminokról beszélgettünk, mondjuk mit tudom én, 400 egységről. 400 egységhez képest a mostani ajánlás az már 4000-nél tart, tehát igazándiból azért nem tudjuk elsokalni, mert ez se diétával, se napsütéssel ennyi mennyiséget nem tudunk betenni a szervezetünkbe. Akármennyit napozok, nem lesz annyi D-vitaminom, mint amennyi tablettával be tudok élni. Annyi biztos, hogy nem. Sőt, ugye az esetek egy jó részében, hát ugye a nyári időszakban sem pucéran futkorászunk a napon, hogy a teljes testfelületünkön érezzük a napsütést, hanem általában ruha van rajtunk, tehát éri a kezünket, az arcunkat. Most ez hozzájön az, hogy a téli időszakban igazándiból hát még ennyit se vagyunk a napon, meg ott nem is süt a nap. Tehát C-vitamin, D-vitamin? A harmadik, amit be lehet vinni a szervezetbe, az pedig a szelén. A szelénnél ott szintén ugye a gyulladásos folyamatokban bizonyos enzimek dolgoznak, és ezek az enzimek, ezek szinte mindegyik a szelén függően működik. Most a szelén az megint egy olyan dolog, ami diétával nem igazán vihető be a szervezetünkbe, nem szeretünk olyan dolgokat tenni, meg nagy mennyiségben nem is fogyasztunk olyanokat, amikből sok lenne, és itt jönnek be a multivitaminok, mert ott igazándiból azt más forrásból nagyon nem lehet pótolni. A vitaminok kapcsán az ember nagyon elesettnek érezheti magát, amikor egy drogériában sétál, és nyilván egészséges akarok lenni, és nyilván mindent meg szeretnék vásárolni, de azért ezzel kárt is lehet okozni, hogyha én szanaszét vitaminozom magam, tehát itt is odajukadunk ki, hogy talán a kezelőorvosomat érdemes megkérdezni arról, hogy igen, mi az, ami nekem való. Igen, bár a multivitaminok azok általában azért úgy vannak összerakva, azok, akik összerakják, azok se feltétlenül bolondok, tehát nem fognak olyan összetételt a polcra kirakni, amivel nagy tömegek saját maguknak ártani tudnak. Tehát ezekben általában úgy van a vitamin szükséglet, hogy a normál diétát kiegészítendő, van benne némi mennyiségű vitamin, nyomelem, stb. Tehát azokkal igazándiból problémát nem tudunk magunknak okozni, vagy nagyon túl kell szedni ahhoz, hogy problémát tudjunk magunknak okozni. Ilyen olyan lerakódások nem lehetnek, vesekövesség, ez nem, az? Nem, ezt kifejezetten megcáfolták, C-vitamin kapcsán volt ez a vélekedés, hogy az vesekövet csinál. Ezt konkrétan vizsgálták, hogy csinál-e a C-vitamin vesekövet, és kerekperec az lett a vége, hogy a C-vitamin nem csinál vesekövet. Tehát nyugodtan lehet szedni. Ez a három, ami igazándiból lényeges ilyenkor. C-vitamin, D-vitamin, szelén, illetve hát nyilván az aktív életmód fenntartása, tehát nem egy ülő életmód odabent, hanem minél inkább sport, minél több mozgás, minél többet legyünk a tiszta levegőn, és nem a városoknak a szennyezett környezetében. Hát így legyen. Köszönöm szépen a beszélgetést. A számítógép agykapcsolatok annyit fejlődtek az utóbbi években, hogy korábban elképzelhetetlen feladatokat is meg tudnak oldani. Kimondva egyszerűnek tűnik, hisz csak az agy finom elektromos ingerületeit kell értelmezni és eljuttatni egy megfelelő izomcsoportba vagy egy mesterséges végtagba. Ezt megvalósítani azonban nagyon bonyolult. Az agyi elektromos aktivitás régóta mérjük az úgynevezett EEG készülékkel, ám sokáig ezt csak diagnosztikus célokra használták. Az elektronika és a jelfeldolgozás fejlődésével, javulásával azonban új lehetőségek nyíltak meg. Közmegegyezés szerint nagyjából ugye 70-es évek közepétől beszélhetünk igazából a számítógép-agy kapcsolat kutatásáról, vagy annak a felfutásáról, amikor már voltak elég jó számítógépek ahhoz, hogy ennek esélye lehessen. Ám a technika fejlődése nem volt elegendő az új eredményekhez. A két rendszert, az emberi idegrendszert és a komputert össze is kellett hangolni. Ez körülbelül olyan, mint amikor találkozik két idegen ember egymással, egyikük sem érti a másik nyelvét, de szeretnének egymással kommunikálni. És ez akkor általában úgy történik, hogy hogy az egyik mutat a másiknak valamit, amiről a másik is tudja, hogy micsoda, és az rámondja, hogy az mit. Utána, és ez oda-vissza megy. Hát, hogyha esetleg ilyen filmes analógiát szeretnék mondani, hogyha visszaemlékszik valaki a farkasokkal táncolóra, ott is például, amikor az amerikai, tehát a főhős bekerül az indiánok közé, akkor úgy kezdi, hogy hátába dug egy kis, tehát púpot csinál az ingén, és akkor elkezd úgy csinálni, mint egy bölény, és akkor megtudja, hogy hívják az indiánok a bölényt, és akkor így indul a kommunikáció közöttük. Tehát lényegében arról van szó, hogy ugye van az agy felől elindul egy jel, amivel vezérelni szeretné mondjuk az izmokat.
de ugye azok az izmok sajnos nem működnek, vagy hiányoznak, és ezért kell őket helyettesíteni egy elektronikus külső egységgel. Tehát akkor van egy jelünk, amit értelmezni kell valahogy egy külső egységnek, és utána, hogyha az értelmezte, utána az mozgat valamit, mondjuk egy robotkart, és akkor utána pedig az agy érzékeli ezt a mozgást, mondjuk látja az illető, hogy hogy mozdult az a kar, és akkor próbál egy kicsit másképp rá gondolni, hogy az történjen, amit szeretné, és akkor esetleg jobb lesz. Tehát ez egy ilyen közelítéses módszer, és hogy ez gyakorlatilag egy tanulási folyamat a felhasználó szempontjából is, tehát az agy tulajdonosa az agy szempontjából is, meg maga a rendszer szempontjából is. A számítógépek fejlődése mellett nagyon fontos volt a mesterséges intelligencia fejlesztése, amely nagyon jól tud tanulni. Több részből is áll ez a rendszer, ugye egyrészt ezeket az agyjeleket valahogy detektálni kell, utána azokból a jelekből ki kell tudni választani, hogy ezek közül abból a sok jelből melyik az, ami konkrétan azt arra jellemző, amit éppen csinálni kéne, mondjuk azt, hogy hajlítsa be a karját az illető, mert egyébként sok más jel is van, izommozgatás, tehát valaki pislant, annak is van jele. Pedig az nem azt jelentett, hogy a kezét akarja mozgatni. Szóval lényeg az, hogy ezeket a jeleket ugye egyrészt detektálni kell, nagyon picike jelek az EEG esetében, tehát a koponya felszínén csak nagyon picike jelek vannak. Ezeket ugye detektálni, érzékelni kell tudni, utána ezekből ki kell tudni választani azt, ami számunkra fontos, utána ezzel már úgymond csak vezérelni kell az egységet. Ennek a munkának a során többféle tudományterület képviselői dolgoznak össze. Egyrészt a neurobiológusoknak is kell a tudása, hogy tudják, hogy mi az a jel, honnan érdemes azt levenni, hova tegyék az elektródát, az agyon például. Kell hozzá, hogy mondtam, a jelfeldolgozás, és hát persze kell hozzá mérnök tudomány is, hogy azt meg tudják valósítani úgy, hogy az egy viselhető eszköz legyen, és ne merüljön le 5 perc alatt az akkumulátora például. Tehát olyan embereknek, akik elveszítették egy vagy több végtagjukat, olyan protézist vagy bionikus szervet tudnak építeni, amelyet azután a saját akaratukkal tudnak mozgatni. Ez a kapcsolat az agy és a külső egység között, ez egy nagyon szép elmélet, de azért a valóságban az a leginkább akkor működik, hogyha ezek a mioelektronikus eszközökről beszélünk, tehát amikor valakinek sajnos mondjuk baleset miatt elvész egy része a végtagjának, de ott maradnak az izmok, vagy az izmoknak az ideg végződései, amiről direkt agyi jeleket lehet úgymond levenni, tehát idegi jeleket, és akkor utána ezekkel lehet dolgozni, megfelelő elektródákat kell rákötni, és ezeket a jeleket aztán ezzel lehet dolgozni, tehát nem kell EEG-vel úgymond szenvedni. Itt ugyanis megvannak a konkrét mozgató idegpályák. Ehhez kell úgymond hozzákötni a bionikus végtagot. Az idegpálya végén kisebb az úgynevezett zaj, és jóval erősebb is a jel. Ez a kapcsolat azonban kezdetben egyirányú volt. Az agy jelét megkapta az eszköz, és azért megmozdult, de nem volt visszajelzés. Ezért például, hogyha ezért lehetett az, hogy valaki megfogott egy ilyenkor egy tojást, akkor jó esélyel össze is törte, mert nem kapott visszajelzést, hogy már eléggé szorítja ahhoz, hogy nem kell már tovább szorítani. És a következő lépés az volt, amikor kétirányú lett a kommunikáció, tehát ha egy robotkézről beszélünk, akkor a kéz ujjainak a végére nyomásérzékelőket tettek, és ezeknek a jelét visszaküldték az idegvégződéseken az agy felé. Ez is persze egy tanulási folyamatnak a része kellett, hogy legyen, tehát meg kellett tanulni azt, hogy milyen erős legyen az a jel, milyen jellegű, úgy, hogy az agy az úgy érzékelje, hogy az egy érintés volt, és megéreztem, hogy valamit megfogtam. És hát természetesen az agynak ezt meg is kellett tanulni, hogy amit ilyenkor érez, az azt jelenti, hogy megfogott valamit. Ring my bell, ring my bells. Sometimes you love it, sometimes you don't. Sometimes you need it, then you don't, and you let go. Sometimes we rush it, sometimes we fall.
Önök a Diagnózist, a Szeged Televízió regionális egészségügyi magazinját látták. Műsorainkat visszakereshetik YouTube csatornánkon, illetve a diagnózis.eu oldalon. Új adással két hét múlva jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra. Viszontlátásra! A műsorvezetőt öltöztette a Context Szeged. Mai adásunk ezzel véget ért. A most szombati Derecske elleni mérkőzés a derecskei csapat kérésének megfelelően elmarad, hiszen 4 játékosuk covidos lett, és 4 pedig most gyógyult meg. Emiatt kérték a mérkőzés elhalasztását. Vasárnap viszont magazinműsorunkkal várjuk Önöket, melyben a Vajdaság virágai című filmet tekinthetik meg. Viszontlátásra!